Szerbusztok! Hát most megmutatom, hogy készítem a Jókai bablevest, ami hát picibe különbözik csak a csülkös bablevestől. És ami a lényeg, hogy nagyon sokan azért óckodnak a csülkös bableves készítésétől, mert csak egy tonnát lehet csinálni belőle, mert ugye hát hátsó csülökből szokták, de most azt egy kiló alatt itt nagyon-nagyon nehéz venni, és hát egy fél kiló baba akkor legalább kell hozzá. Én most 25-tek a babot beáztattam, délután ledöltem egy kicsit aludni, most mire fölkeltem, mert ilyen szépen megdagadta, de már föltettem vizet, és én a bablevest azt úgy főzöm, hogy én tökre egyetlen egy dolog kivételével most jelen esetben majd, az pedig a debreceni kolbász lesz, ugyanis a jókai bablevesbe debreceni kolbászt kell beletenni. Ugye most sima nemes egyszerűséggel itt tele van a fazék, és így beleborítottam a babot. Jaj, bocsánat, most láttam, hogy megint remélem nem forgott a kamera. Teszek bele egy teáskanálsót, többet nem, mert ugye füstölt, és ami érdekes, hogy én amikor tanultam a suliba, nem füstölt csülköt mondtak, hanem füstölt húst. Tehát az lehet füstölt csülök is, ugye annak egy picit másfajta íze van, de lehet sima füstölt comb is. És ebben az a jó, hogy én ahány deka babból főzöm, annyi deka füstölt húst teszek ehhez. És jelen esetben meg tök jó, mert kaptam ilyen 25 dekás rendes füstölt sertés combot fölkockázva. Tehát ez abszolút a lusta szakácsnak a kedvence. És mivel ez nyers, meg ez nem tud annyira szétfőni, hogy szétmenjen a levesbe, ezt is most már a főzés elején bele borítom szépen a füstölt húst, de vehettek sima combsonkát, vagy füstölt, vagy amit kötözött sonkát, teljesen mindegy. Én ebbe annyit szoktam beletenni, ahány deka a bab, annyi deka a füstölt hús, és hogy meglátjátok így is, ez a fazék, ez olyan, nem tudom, 6-7 liter körül lehet. A végére még ez is tök szépen tere lesz. A 25 deka babhoz teszek 15 deka sárgarépa, 15 deka zeller, és végre lehet kapni, ezt most úgy vettem, ezt a fehérrépát, hogy rajta volt a petrezselyem zöld, tehát ez petrezselyem gyökér, ez tudja, hogy nem paszternák. Ezt már most az elején beleteszem, mert ez előbb, de végse. Mert ez elő szokott fordulni, még ez ilyen picinél is, hogy fás, de ez nem az. Úgyhogy ezt is majd a végénél fogom. Viszont 3 darab babérlevelet, ilyen kisebb levelet, azt most beleteszek, és ezt a 2 fej hagymát finomra vágva, és ezt se szórakoztatom vele magamat, hogy lepirítgassam. Sőt, ha most még találok esetleg valami füstölt szalonnabőrt a hűtőben, akkor azt még hozzáteszem. Tehát azért a bablevesnek nagyon-nagyon jót tesz, hogyha ha jó, intenzív füstölt íze van, viszont nem kell, hogy tulajdonképpen egy füstölt hús leves tegyünk egy kis babbal, meg egy kis zöldséggel, meg színezve. Ezt összevágom, beleteszem a levesbe. És a hagyma is olyan 15 deka volt, és még egy ilyen kisebb paradicsomot, meg egy kisebb tévépaprikát is felvágok, és azt is most már az elején beleteszem a levesbe. Ezt jó apróra felvágom meg a paradicsomot, és ezek nyugodtan szétfőhetnek, a zöldséget én nem szoktam szétfőzni. És ami a jókai bablevesnek az egyik különlegessége, az egyik ugye az, hogy debreceni kolbászt kell beletenni, sok helyen belevágják a füstölt kolbászt, ahogy láttam, de én az iskolában annó úgy tanultam, hogy tálaláskor debreceni kolbászt kell beletenni, de hát én belefőzöm, majd csak belepirítom. És a másik, meg hogy a zöldségeket ilyen, hát julienre, de ilyen kis cuki csíkokra kell fölvágni bele. Tehát nem kockázott zöldség van benne, hanem egy picit ilyen csíkra vágott, de hát nem ez a gyufaszál vékonyságúra, hanem annál azért egy picit vastagabbra, de nem is batonra, mert a baton meg ez a 1,5 x 3 centis rövid hasár. Ugye a kettő közé. És hogyha ez megvan, akkor mehet rá a fedő, és hát addig, amíg a baba el nem kezd megfőni, addig szépen ezt most főzöm. Ennyi.
Ja, és még a harmadik elhagyhatatlan, ha a jókairól beszélünk hozzávaló, az a csipetke. Na most, hogyha engem valaki látott csipetkét csinálni, én kétszer csináltam csipetkét életemben, először és utoljára, jó? Tehát aki ennek nekiáll, hogy begyúrja a tésztát, azt itt elmozsolgatja, addig minden tiszteletem, én megveszem ezt a, hát ezt a házi tarhonyát, meg a neve is a csipet tarhonya, és ebből gyönyörű szépen majd bele fogok szórni egy keveset, ezt is jó rommá főzöm benne, pont ugyanaz lesz, mintha itt szanaszét szivatnám magam, úgyhogy házi, a sörét tarhonya helyett vesztek egy ilyen csipet tarhonyát, és ebből bele fogok tenni szerintem egy olyan 5 dekányit, tehát nem kell bele sok. Még azt is meg lehet játszani, hogy át lehet nagy lukú szűrőn szitálni, és akkor a nagyobb szemeket dobom bele, majd lehet, hogy azt megcsinálom. Na, a lényeg, hogy most semmit nem csak lefedem, és főzöm. Semmi más nem tettem eddig bele, csak amit láttatok. Na, a bab szinte már megvan főzve, lereszeltem 2 deka fokhagymát. Ezt beleteszem, meg még később létem a hajdént, hogy a olaj kijöjjön belőle, ugye, mert a fokhagymának az illóolaja az, ami ízesít. Itt összevágtam a répákat, na, erről beszéltem, hogy ilyen kis, hát ez se nem batom, se nem sül, ilyen kis guszti csíkokra mehet bele ez is. Ide raktam egy serpenyőt, és ebbe teszek, ugye eddig nem tettem semmi zsiradékot a levesbe, egy evőkanál sertészsír, de ha van kacsa vagy libazsírotok, az egészségesebb, az sokkal jobb. De nekem most nincsen, egy ilyen viszonylag nagy kanállal ide raktam. És a debreceniből is 25 dekát fogok használni, és azt is ilyen kis cuki karikákra vágom, és azt viszont most meg fogom pirítani ezen a zsíron. Tehát nagyjából ez az egy, amit így pirítok, az összes többi dolgot, azt csak simán beletettem főni, és a végén ezen a pirult zsíron csinálok egy evőkanál lisztből egy nagyon pici zsemleszínű rántást, az megint az íze miatt kell bele, meg egy picit ugye sűrítés, mert hát a jókai az tudjuk, hogy ilyen brutál, tartalmas, sűrű leves. Ezt most teszem ide szépen, megpirítom. De látjátok, ez nem lecsókolbász, tehát ez ilyen jó húsos, a klasszikus debreceni. A hiszében már mutattam, hol van. A cigány petkegyénél, ez most ilyen csemege debreceni kolbász. Jó, ezt szépen megpirítom, és ezt is megmutatom közben, mert ezt is belerakom. Ebből a olajból kiszedős kis hálommal szépen így átráztam a házi tarhonyát, és most ez 5 dekát kimértem, és ez is most mehet a levesbe, mert mire ez a szárított, ilyen morzsizott tészta megfő, az bőven sok, és a lényeg, most szépen megpirítom a kolbászt. Amíg a kolbász sül, addig teszek egy fél teáskanál majoránát bele, egy késhegynyi őrölt borsot, hát ez megint ízlés szerint, hogy ki mennyit tesz bele. És a lényeg, ezeket beletehettem volna az elején, mert ezek nem annyira mennek el, de a fokhagymát meg a köményt, hogyha lehet, én így a főzés vége előtt egy negyed órával szoktam használni, mert mind a kettőnek ebből is egy ilyen teáskanálnyit, ez nem volt annyi. Köménymagból. Tehát mind a kettőnek a illóolaja az, ami magas és könnyen elillan. Tehát ezekkel én a végén szoktam fűszerezni, vagy van úgy, hogy a kétharmadát beleteszem egy pörköltnél az elején, és az egyharmadát a végén, hogy jó intenzív íz kapjon, fogok majd még a végén tetőzsémet is beletenni vágva. Mikor itt szépen kipirult a kolbász, akkor beledobom a levesbe. És a zsírba meg teszek egy evőkanál lisztet. És ezt szépen amennyire lehet zsemleszínűre, ugye most ez egy kicsit paprikás már a kolbásztól, de nem fog megérni, ezt most egy picit zsemleszínűre megpirítom. Figyelvén, hogy nehogy megégessem.
Na kezd a liszt szép zsemleszínű lenni, mondjuk így a kis fűszerpaprika miatt nehezebb meglátni, most lezártam, és egy evőkanál fűszerpaprikát teszek bele, amit elkeverek, és utána egyből fel is öntöm hideg vízzel, hogy nehogy megégjem. Mert annál nincs gázabb, amikor keserű lesz a paprika. Ezt szépen kikeverem, és ez megy bele a levesbe, és most tulajdonképpen már csak készre főzöm, meg teszek bele majd még egy kis friss vágott petrezselymet, vagy mirelit petrezselymet, én most összevágtam és betettem ugyanúgy a méhütőbe. Ez jöhet ide a leveshez, és így nemes egyszerűséggel beleteszem, és ezt most készre fogom forralni. És akkor tettem bele pár szalonnabőrkét, ahogy mondtam, és meg fogom kóstolni a sósságát, ugye elég sós se. És akkor most már csak egy jó nagy adag petrezselymet teszek bele. És most addig főzöm, addig meg nem fő a tészta benne, tulajdonképpen a csipetke. És ha az kész van, akkor kész a leves, addig a zöldség meg fog puhulni, és egy ilyen, hát... Na, szóval a Jókai nem volt egy buta ember, maradjunk annyiba. Na, megfőtt, a több mint negyed órát még főttem a tészta miatt, tehát a zöldség is tök szép puhára megfőtt, és a Jókai bablevesnél a lényeg, hogy tejföllel tálaljuk, tehát ez egy tejfölös leves, most még ha épp akarja az ember, egy pici petrezselyemmel meg lehet szórni díszítésnek, és kész. Hát kevés ennél tartalmasabb és jobb ételt ismerek. Ennyi, nézzétek meg. Ugye már megkóstoltam, egy nagyon pici sót még tettem bele, mert sótlan volt. És ennyi, a fűszerezést a végén csináltam, hogy intenzív íze legyen. És hát kóstoltam, nagyon finom lett, úgyhogy most a kedvenc hümmögéseteket kihagyom, de nyugodtan, bátran készítsétek el, és így, hát ennyi lett, tehát egy ilyen ekkora fazékból lett ennyi. Ugye nem kell megvenni az egész csülköt, meg a fél kiló babot, hanem amennyi babból csináljátok, annyi füstölt hús, és úgyis tök jó. Na, jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!